Sziasztok! Ez egy 2021-es évvégi összefoglaló sorozat arról, hogy milyen telefont ajánlok megvételre. A termékeket árkategóriákba bontottam, és készült már videó arról, hogy milyen alsó-középkategóriás telefont érdemes most venni, 120 forint alatt. A mostani videóban arról lesz szó, hogy a középkategóriától a csúcs telefonokig mit érdemes venni, ha a büdzsé 120 és 250 ezer forint között van. Az első ajánlásom a Samsung A52s 5G. Jelenleg egyébként ez a legnépszerűbb telefon az árukereső szerint. Egy szuper jól kinéző, ergonomikus készüléket kapunk IP67-es vízállósággal és Gorilla Glass 5-ös kijelzővédelemmel. Ha már kijelző, akkor egy 1080p és 6,5 szoros Super AMOLED panelt kapunk, ami 120 Hz képfrissítésre képes, és a kép egy gyönyörű, hibátlan igazából ennél többre nincs nagyon szüksége az embernek. A készülék belsejében egy Snapdragon 778G chipset dolgozik 6 vagy 8 GB RAM társaságában. A 778G közepesen erős, jól használható. A szoftver stabil és gyors. A videó készítésének pillanatában ez Android 11 alatt futó One 3.1-et jelenti, de 2022-ben jön az Android 12 alapú One UI 4. A chipset elég erős a játékok futtatására is, igaz, ezeket közepes beállítások mellett tudja megfelelően abszolválni. Az akkumulátor 4500 mah 25 watt töltésre képes, de a magyar piacon csak 15 wattos adaptert mellékel a gyártó. A töltés lassú, de az üzemidő hosszú. Másfél-két nap is simán hozható. A fotózás egy élmény a telefonnal, az elkészült képek jók. A színek, az élesség, a kontraszt, a tartomány mind-mind jó nappal és este is. Az ultraszéles kamera is jó képeket készít. A videó minősége nappal nagyon jó, éjszaka viszont sajnos nem hozza az elvárt szintet. Van optikai képstabilizálás is, ami sokat segít a remegés kisimításában. Összességében a kamerák jónak mondhatók, úgy, mint az egész készülék, de nyilván csak az árkategóriában található más telefonokkal összehasonlítva. A következő ajánlásom a Xiaomi 11 Lite 5G NE. Ez a készülék gyakorlatilag ugyanaz, mint az A52S. Ugyanazt a chipsetet kapja, így a teljesítménye teljesen megegyező, közepesen erős, de igazából mindenre elegendő. RAM tekintetében ugyanúgy 6 vagy 8 gigás opció van. A szoftver itt is Android 11, csak itt a MIUI 12.5 van. Az Android 12 itt is jövőre érkezik. A külső kialakítás annyiban más, hogy a Xiaomi csak IP53 fröccsenés álló. A kijelző 6,55 századtolos AMOLED, itt 90 Hz képfrissítéssel, de egymás mellé téve gyakorlatilag ugyanaz tudja, mind az A52-es, mind a 11 Lite 5G NE kijelzője csodálatosan szép képet ad. Az Axi 4250 mAh, de üzemidőben ugyanazt tudja, mint a Samsung, másfél-két nap. A töltés itt viszont gyorsabb, mert 33 wattos adaptert ad hozzá a gyártó, ezzel a feltöltés mindössze egy órát vesz igénybe. A kamerás képessége is nagyon hasonló az a 52 s képest, talán egy hajszálnyival ha elmarad, de igazából fejfej -fej mellett vannak. Ez a telefon is nagyon ajánlott, igazából egyéni ízlés kérdése, ha ennyi pénzt kiadsz telefonra, ez a két opció kéz a kézben jár azt vedd, amelyik jobban tetszik, tényleg szinte mind az ikrek. A következő ajánlás a Poco F3 5G. Ezt sokan flagship killernek titulálják, azért mert Snapdragon 870-es chipset van benne, ami az egyik legerősebb androidos chip. Mégis belekerült ebbe a készülékbe, pedig az ára hasonló, mint az előbbi kettőnek. A kijelző is hasonló kaliber, szerintem egymás mellé rakva sem látni különbséget a három között, 6,67 századcolos AMOLED, 120 Hz képfrissítés és szintén 1080p felbontás. A védelemről Gorilla Glass 5 gondoskodik, valamint IP53 fröccsenés álló a kialakítása. Az akkumulátor 4520 mAh, de itt inkább másfél nap üzemidőt mondanék, a kettő az netces. A 870-es chip azért egy komolyabb fogyasztó. A töltés 33 wattos a mellékelt adapterrel, szóval csak egy órát kell várni a teljes feltöltésre. A teljesítményről nyilván nem nagyon kell beszélni, a 870-es chip az egyik legjobb, ami belekerülhet, szóval minden gond nélkül maximális beállítással futtat. A szoftver pedig ugyanaz, mint a 11 Lite 5G NE esetében. Természetesen csodák nincsenek, valahol spórolni kellett, ez a kamera szigetet érinti, az elkészült képek jók, igazából panasz nem lehet rá, a kamerák terén az előző kettő készüléktől egy icipicit le van maradva, igaz nem sokkal. Ha mondjuk az A52S és a 11 Lite 5G N 100 ből 75 pont a kamerákra, akkor az F3 körülbelül 73 pont. Összességében ez egy nagyon-nagyon erős opció amiatt, hogy egy flagship processzor van beleépítve, és igazából a kamerát leszámítva semmilyen más téren nem kell kompromisszumot kötni. A következő a listámon a Galaxy S20 FE, Snapdragon változat. Az árcsökkentés jót tett a készüléknek, ennyiért nagyon ott van a szeren. A külső kialakítása megosztó, flagship szintű vizállóságot ad, ugyanis IP68-as védettségű. Viszont az anyaghasználat az nem az sajnos, a készülék hátlapja műanyagból készült, és az sem a jobbik fajtából, a kijelző védelme is csak Gorilla Glass 3, ami szomorú hír. A kijelző maga viszont csodaszép képet ad, 6,5 colos Super AMOLED 120 Hz-es képfrissítéssel, egy panasz nem lehet. Illetve lehet, erős napfényben a fényerőre néhányan panaszkodnak, de egyébként rendben van. Van kijelző alatti új is, valamint a stereo hangzás ennél a készüléknél top telefon szintű. A készülék nagyon hamarosan megkapja majd az Android 12-t, egyelőre még a 11 el kell beérni. A szívében egy Snapdragon 865 van, ami nem sokkal marad el a 888-tól, cserébe kevesebbet fogyaszt és kevésbé melegszik. Ez egy igazi aranyközépút. Természetesen mindent simán futtat, akadásokat az oprendszerben nem nagyon lehet találni, a játékok pedig mind nagyon élvezhetően futnak. Az üzemidő a már megszokott másfél-két napos. 15 wattos töltő van a csomagban, így a töltés több, mint másfél óra. Jó hír, hogy 25 wattal is tölthető, már amennyiben van ilyen adaptered. A kamerás része nagyon erős, gyakorlatilag az egy generációval ezelőtti Samsung csúcskészülék kamera moduljait kapta, így nagy csoda nincs, nappali és az éjjeli képek is nagyon-nagyon jók, valamint a videó felvétel minősége is abszolút jó, mind a színek, mind a részletesség, mind a stabilizálás tekintetében, tekintve, hogy optikai képstabilizátorunk is van. Ez egy nagyon-nagyon jó, már-már felső kategóriás érzetű készülék, Egyedül a külső kialakítás az, ami azért beleköp a levesbe. Aztán ismét Xiaomi. Váltogatják egymást a Samsunggal, Mi 11i. Az egyik kedvenc telefonom volt idén. Ez a telefon a Xiaomi flagship telefonjának, a Mi 11nek az icipicit jóárasított változata, minden előnyével és hátrányával. Az előnye az anyaghasználat és az összeszerelés, a hátrány sajnos a csak IP53 fröccsenés álló kialakítás. A kijelző Gorilla Glass 5 alatt van, a panel pedig 6,67 százat colos 120 Hz-es AMOLED 1080p felbontásban. A kijelző gyönyörű szép képet ad, és igazából nem is lehet különbséget észrevenni ebben a kategóriában. Ezek a panelek mind-mind nagyon jók. A Mi 11-i kijelzője abban jobb az előbbi Samsunghoz képest, hogy itt a csúcsfényerő egy jó 50%-kal nagyobb, így napfényben sem lehet rápanasz. A chip is erősebb az S20 FE-hez képest, ugyanis itt is a jól bevált csúcskategóriás Snapdragon 888 teljesít szolgálatot 8 GB RAM-mal köröltve. A teljesítmény tehát a maximálisan elérhető, minden szempillantás alatt történik és minden játék maximum beállításokkal futtatható. A szoftver szintén MIUI 12.5, hamarosan jön az új verzió, ami már Android 12 alapon fog futni. Az üzemidő itt egy kicsit kisebb az erős hardware és a kialakítás miatt, itt egy olyan egy másfél nappal lehet kalkulálni. Cserébe viszont gyorsan tölt, 33 wattos adapter van a dobozban, amivel körülbelül 50 perc alatt lehet teljesen feltölteni. A kamerás képességei elég jók, minden téren kiegyensúlyozottan jól teljesít, a gyengébb pontja inkább a széles látó és a makrokamera. Összességében nagyon jók a képek, de az S20 f -e azért egy picit a Mi 11 előtt jár ezen a téren. Ha már előbb pontoztam, akkor az S20 f -e mondjuk olyan 82 pont, míg ez olyan 80. Megint csak az a kérdés, hogy mi a fontosabb neked, az erősebb chip vagy a jobb kamera. A kettő telefon között ez a döntő. Aztán jön egy nagyobb bugrás árban, és egy jó kis készülék a következő ajánlásom, Samsung S21. Az ára pont bejött a 250 es ára alá, így befélt a listára. Ez egy igazi, aktuális csúcskészülék. Egyetlen -egy, egy dolog van, ahol kilóg a lóláb, a hátlap polikarbonát. Ez így elmondva gáz egy ilyen drága telefonnál, de amúgy élőben a készüléket kézben tartva nem az, ez egy jobb minőségű műanyag, mint az S20 FE esetében. Ha tokban használod, nem is tűnik fel, ha nem, akkor az az előnye, hogy nem törik, mint az üveg, a hátránya, hogy gagyi A kijelző védelme viszont a legerősebb, Gorilla Glass Victus, itt nem sporoltak. A kijelző maga pedig fenomenális, az előzőektől is ellép, és ez a kategória legjobbja, Dynamic AMOLED 2X, 6,2 szolos méretben, 120 Hz képfrissítéssel és brutális 1300 nites maximális fénysűrűséggel. 421 pixel per inch a képsűrűsége, így Itt nagyítóval tovább sem találni pixelességet. A képfrissítési ráta pedig adaptív, tartalomfüggő. A kijelző alatt a Samsung legújabb típusú ultraszónikus udenyomatolvasója található, ami talán a legjobb, ami létezik, gyors és pontos. A készülék már a legújabb Android 12-öt futtatja, van UI 4.0 a szoftverrel, ez a legújabb és az eddig legjobb általam is próbált Android rendszer. A használata tényleg élmény. De ahhoz, hogy élmény legyen, kell egy erős chip is, ezt itt az Exynos 2100 biztosítja. Teljesítményben egy picit elmarad a Qualcomm féle 888-as Snapdragon-tól, de ez is baromi erős, akadással nem fog senki sem találkozni, igaz ez a játékokra is, mindent maximális beállításokkal futtat. A gyenge pontja az, hogy azért ez a chip elég rendesen melegszik egy komolyabb játékidő után, illetve a fogyasztása is nagy, és ez vezet a készülék fő problémájához, ami az aksi idő. Maximum egynapos üzemidőre számítsunk. Az aksi csak 4000 mAh és 25 wattos töltésre képes, töltőadapter pedig nincs a dobozban, az külön kell beszerezni. A teljes feltöltés 1 és negyed óra, ha 25 wattos PD töltővel töltjük fel. A szokásosnál gyengébb üzemidőt talán feletteti a kamera, az S20 f re is rátesz egy picit, igaz nem sokkal. Igazi csúcs teljesítmény, a nappali fotók nagyon élesek, részletgazdagok, jó a kontraszt és a dinamika tartomány is. Az éjjel készült képek is igen magasra teszik a mércét. A selfie kamerára és a videózásra is igaz, hogy csúcsközeli szintet képviselnek. A telefon a korábbi lista árán 330 forintért semmiképpen sem volt ajánlható részemről. Most, hogy a hivatalos helyen is, mint például a média vagy az e-digitális meg lehet 250.000 forintért venni, így kiérdemli részemről az ajánlott szintet. Azért a 250 nem 330, nem de? És a bónusz, a Joker, az iPhone 12 mini. A lista ára 250 forint lett, így befér a videóba. Ez egy kicsit azért is Joker, mert iOS-t futtat, valamint méretben kisebb, mint a többi, ám nem tudásban. A külső abszolút felső kategória, üveg elől, hátul, alumínium keretben. Az üveg keramik shield védőbe vonatott kapott. A készülék méretén nagyon kellemes, az ergonómia ennél a készüléknél a legjobb. A kijelző mérete 5,4-colos, Super Retina XDR OLED kijelzővel rendelkezik, ami 60 Hz-en üzemel. Dolby Vision is támogatott, valamint igen magas 1200 nit-es a maximális fénysűrűsége. 476 pp is a pixelsűrűség, ami a legnagyobb az összes eddigi között, és így 500 körül ez már azért nagyon top érték. A kép tűjéles, a szín pompás, a kijelző nagyon magas szintet képvisel. Ahogy a benne levő hardware is. Apple A14 Bionic, ez a mobilpiac második legerősebb chipje, csak az A15 tud ennél is többet, az aktuális iPhone 13-as szériában. Szoftver terén a legújabb iOS 15.1-et futtatja, és várható, hogy még legalább 5 évig megkapja a legújabb frissítéseket, szóval igencsak időtálló készülékről van szó, főleg, hogy ennyire erős is. Ha ezt megveszed, ez még sokáig telefon marad. A teljesítmény mindenre elegendő, minden villám gyorsan történik, bármilyen alkalmazást, játékot maximális beállítások mellett futtat. A kamera még az S21-nél is jobb képeket készít, mindegy milyen a fényviszony, mi a kép témája, mindig nagyon komoly lesz a végeredmény. Videózásban pedig jobb minden telefonnál az iPhone 13-as szériát kivéve. A felvételek élesek, a színek valóságosnak hatnak, a stabilizálás hibátlan. Szinte tökéletes a készülék, csak egy valami van, ami bizony egy nagy kompromisszum, ha ezt a készüléket veszed. Az üzemidő. A kicsi méret és a komoly kijelző, valamint a erős hardware eredménye a maximum egynapos üzemidő a 2227 mAh aksitolt. Ráadásul lassan is tölthető, másfél óra kell neki, és a csomagban töltő adaptás sincs. Így ezt mindenképpen meg kell gondolnod, ha egy nap 4-5 óránál többet nyomkodod a telefonod. Összességében 250 ezer forintos áron ez a telefon már ajánlható, bár innen csak 45 ezerre van a 13 Mini, ahol a 12 Mini hibáját, az üzemidőt megoldották de az már más árkategória, nem mindegy az sem, hogy 250 vagy 295 ezer forint. A 120-250 forintos ársávban olyan telefonok kaphatók, amik az emberek 99%-ának kielégíthetik az igényeit. Főleg, hogyha egy S21 vagy iPhone 12 mini szintű készülékről beszélünk. A telefon az, amit talán a legtöbben használunk egy nap, ezért mindenki azt szeretné, hogy jó legyen a kezében. Ebben az árkategóriában tényleg jobbnál jobb készülékek vannak, és a videóban bemutatottak közül bármelyiket jól szívvel ajánlom. Innen feljebb már csak azok vannak, ami az ingyenceknek, vagy a mindig legjobbat akaróknak való. Hiányoltok valamit a listáról? Írjátok le kommentben! Hamarosan jövök az újabb epizóddal, ahol a csúcskészülékeket fogom bemutatni. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok!